Arról beszéltem, hogy mennyire lényeges, hogy kontroll alatt tartsuk azt, hogy mi kerül be ide. Ugyanis, ha te megengeded magadnak azt, hogy külső tényezők kibejárkálhassanak a fejedbe, azt jutassanak be, amit akarnak, akkor egy kiszolgáltatott helyzetben vagy, és mások játék szerévé válsz, és úgy fogsz élni, hogy ők akarják. Viszont a jó hírem az, hogy ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban neked van választásod. És ha ez a szó kicsúszott a számon, akkor hadd mondjam el neked, hogy mindig van választásod. Mindig. Benjamin Franklinnek Isten nyugosztalja volt egy mondása, miszerint a legtöbb ember 25 évesen meghal, csak 75 évesen temetik el őket. És ennek kapcsán az a kérdésem, hogy te ma reggel, amikor kinyílt a szemed, vagy holnap reggel, amikor ki fog nyílni a szemed, akkor 1-től 10-ig hanyast adnál magadnak arra a kérdésre, hogy mennyire élsz. Mert ha nem 10-est, akkor kened a májkrémes kenyeret. Akkor változtatnod kell. Hát én azt gondolom, hogy az egy óriási luxus, hogy elherdáljuk az életünket. Olyan emberekkel élünk együtt, akik egyébként legfeljebb, hát örüljünk, hogy ez is van. De nagyon sok párkapcsolat, ugye Magyarországon felmérések alapján kiderül, hogy 10-ből 8 ember legszívesebben kilépne a kapcsolatából, csak nem mer. Mert azt mondja, hogy örüljünk, hogy ez is van. Ennek kapcsán mondtam, hogy van, akinek még ilyen sincs. Ez is az önbecsüléssel függ össze nyilván. Egy előadásom szünetében odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy mit csináljon, mert az ő férje 20 éve lábtörlőnek használja. És én azt mondtam nagy-nagy szeretettel, hogy asszonyom, csak azt, aki hagyja. Ha valakinek az önbecsülése rendben van, akkor azt mondja, hogy figyelj csak, velem nem. Elnézted. Én velem ezt nem fogod csinálni. Vagy változtatsz, vagy mással fogod csinálni. Persze beszéltek motivációról, beszéltek sok mindenről, de ha az önbecsülésed nincs rendben, akkor nincs rendben semmi. Ha az önbecsülésed rendben van, akkor kimersz állni magadért. Ha az önbecsülésed rendben van, akkor nem engeded meg, hogy egy munkahelyen úgy bánjanak veled, ahogy. Nem engeded meg, hogy egy másik ember megtiporjon, meggyalázzon, minősítsen, lehordjon téged, hanem kikéred magadnak, és azt mondod, hogy figyelj, engem biztos nem. És onnan kanyarodtam ide, hogy mindig van választásod. Benjamin Franklin mondata akkor válik igazán valósá a te életedben, ugye ez a 25 évesen meghal, csak 75 évesen temetik el, amikor először hagyja el a szádat azt, hogy nincs választásom. Én nem tudok kilépni ebből a kapcsolatból. Nekem nincs, örülök, hogy van munkám. Hidd el, hogy mindig van választásod, csak tudod mi, amit a másik oldalon van? Fájdalom. Fájdalom. Ha te mersz tenni egy lépést ebbe az irányba, hogy változtass, akkor azt az utat választod, hogy egy azonnali fájdalmat bevállalsz. Ha nem változtatsz, akkor egy lassan ölő méreg. Csak minden egyes nap, amikor felkelsz, és megkérdezed magadtól, hogy ma hanyast adnék magamnak, 1-től 10-ig, hogy mennyire élek, akkor fel sem mered tenni a kérdést, mint ahogy Bence kitörölt az applikációt, nem akar szembenézni vele, ugye, hogy hányszor nézed bele a telefonjába. Te inkább meg se kérdezed magadtól. De érzed belül, hogy nem 10-es. Érzed belül, nincs rendben. És egyébként figyeljetek, én megint csak azt mondom, hogy én addig állok itt előttetek, amíg 10-est adok. Mert az én életemben nem a pénz a főszereplő. Hozzáteszem, hogy sokat segít abban, amiről most fog beszélni, hogy az enyém a választás szabadsága. Én azzal töltök időt, akivel akarok, és nem azért, mert remélek tőle valamit, hanem azért, mert ahhoz van kedvem. És ennek kapcsán mondtam pont azt, és éreztem az előbb, hogy megint, ugye, hogy megváltozik a fizikum, mikor elhangzik az a szó, hogy pénz. De csak elhitették veled, hogy a pénz egy rossz dolog. A pénz egy nagyon-nagyon jó dolog, is lehet. Attól függ, hogy mire használod. Mert a pénz az egy ugyanolyan energia, mint a párkapcsolat. Ha te azt mondod, hogy már megint az a pénz,
Vagy azt mondod, hogy hát a pénz az nem számít, inkább boldog legyél, mint gazdag. Ekkora hülyeséget, hát kik találják ki ezt? Hát nyilván akiknek nincs pénzük. Sovány vigasz. Tudod, miért mondom ezt? Mert nem kell választanod ebbe az értelembe. Nem kell választanod, hogy inkább boldog legyél, mint gazdag, mert lehetsz boldog és gazdag. Ugye, ahogy Tihár Wecker zseniális példával mondta, hogy miért kéne választanod, hogy kezed legyen, vagy lábad. Nekem elég, ha kezem van, én nekem kéz kell, nem kell láb. Dehogy, de miért ne lehetne mind a kettő? Megint csak ugye azt mondtam, hogy nem fogok önbecsülésre, nem fogok pénzről, de ezek összefüggenek. Ha nincs pénzed, akkor nyomorultul fogod érezni magad ebbe a világba. És mondhatod, hogy a nemesebb érzelmek. Te emlékszel a Maslow piramisra? Ha nincs pénzed, nem vagy a második szinten. Akkor ne beszélj boldogságról. Legyél magaddal őszinte, ez a következő üzenetem, hogy fejezd be, hogy hazudsz magadnak. Fejezd be, hogy adod magadnak a kifogásokat, a magyarázatokat. Az első pont a változás felé, az a mondat az én életemben is azt hozta el a változást, amikor először kimertem mondani azt a mondatot, hogy én vagyok a felelős az életemért. Ha egy mondatot viszel haza ma este innen, akkor az legyen, javaslom, hogy én vagyok a felelős az saját életemért. És van választásom. Mindig van választásom, csak legfeljebb fájdalommal jár. De a pénz fontosságához hadd mutassak nektek egy szimbólumot, és talán megígérem, hogy leszárok a témáról, hogy egy kicsit jobban érezzétek magatokat, de muszáj elmondanom. Akiben van egy olyan gondolat, hogy a pénz az nem fontos. Vannak sokkal fontosabb dolgok, mint a pénz. Miért kell mindig a pénzzel foglalkozni? Akkor hadd javasoljak neked egy szimbólumot, hogy ezen elgondolkozz. Képzeld azt el, hogy az életed legfontosabb területei egy-egy újként hogyan festenének a kezeden. Ha azt mondom, mi az, ami a legfontosabb az életben? Mi az, ami a legfontosabb az életben? Egészség. Jöhetnek különböző válaszok, de azért a végén eljutunk oda, hogyha egészséged nincs, akkor semmit nincs. Ugye van is egy ilyen régi zsidó mondás, hogy csak egészség legyen, többit majd megvesszük valahogy. Egészség. Ugye ez az újad legyen az egészség. Mindenek fölött áll. Most nem kérdezem meg végig, hogy kinek milyen az értékrendje, de nézzük azt, hogy ha elfogadjátok ezt csak példaként, hogy a második az a önmagaddal való viszonyod. Hogy hogy érzed magad a saját bőrödbe, hogy mennyire tudsz a tükörbe nézni, hogy mennyire szereted saját magadat, hogy mennyire tiszteled és becsülöd azt az embert, aki te vagy. Ez legyen a második új. A harmadik az emberi kapcsolataid. Milyen minőségi emberi kapcsolataid vannak? Mennyire éled ezeket? A negyedik legyen mondjuk a hivatás. Szeretném hangsúlyozni, nem munkáról beszélek, de most nincs időm, hogy ezt kifejtsem. Remélem érzed a kettő közti különbséget. A magyar nyelv gyönyöre, ugye amikor arról beszélünk, hogy munka, akkor az általában egy szükséges rosszra gondolunk. Ez van, ezt kell szeretni. Hát mi ez? Az élet nem kívánságműsor, ez nem habos torta, dehogy nem. Csak lehet, hogy veled elhitették, hogy nem az. És lehet, hogy csak ilyen példát láttál. És az ötödik, ugye a hivatás, mert azt mondtam a negyediknél még, hogy a hivatás, ugye az benne van, hogy hivatva vagy, hivatás, valami által hivatva vagy. Ez nem munka. Nekem az, hogy itt lehetek veletek, nekem ez a hivatásom. Én nem bírnék élni anélkül. És az ötödik legyen a pénz. És én azt mondom neked, hogyha neked nem fontos a pénz, akkor arra biztatlak, hogy tedd le ezt a kis kezedet az asztalra, és én csak erre a picike ujjadra, ami a pénz szimbolizálja, egy hatalmasat rávágok kalapáccsal, de te arra ne figyelj. Csak a többire. Meg tudod csinálni? Nézd meg azt, hogy nagyon sok mindent várunk el a pénztől, ami nem az ő dolga. Nagyon sok gazdag ember tisztel meg az utóbbi időben azzal, ilyen személyes tanácsadója vagyok, és azt mondják el ők is, hogy azt gondolták, hogy a pénzzel minden megoldódik. Nem? De fontos. Ugyanúgy, mint a többi. És hogyha megnézed valakinek az arcát, akkor rá van írva, hogy hogy áll anyagilag. Engem mindig azok osztanak ki a Facebookon is, hogy büdös kapitalista barom, meg nem tudom micsoda, akiknek tényleg rettenetes, hogy milyen a tekintete abból a szempontból, hogy ott van a világfájdalom rajta. Még egy
ilyen ember se írta azt, egy se bántott, vagy egy se próbált bántani, mert az, hogy tud-e bántani, az rajtam múlik, de egy sem írt olyat. Csak az, aki tényleg a piramis alján van valahol, és hát ez neki megoldás. De a lényeg, hogy a minden ember arcán ott van, és mondják is azt, hogy 40 éves kora fölött mindenki maga felel az arcáért. Most már én is erre jobban odafigyelek, mert ugye betöltöttem a 40-et. De az egész arról szól, hogy egy embernek az arcán, ahogy telik az idő, pontosan le lehet olvasni, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták egész életében. Hát nézzétek meg, itt van ez egy csodálatos hölgy, leírtad, ugye drága, 75. éves, gyere már ide hozzám, te drága, nézzétek már a hölgyre. Imádlak benneteket, fiatalokat! Hát ez tip-top csajszi, komolyan nézzétek már, nagy-nagy szeretettel, tisztelettel és mondom az ilyet. Az én korosztályomat szeretném motiválni. Olyan szép az élet, szép volt az életem, gyönyörű volt, de szép lesz továbbra is, csak az én korosztályomat szeretném megváltoztatni. Tündér vagy, egy tapsot kérek szépen, köszönöm, hogy itt vagy. Én arra emlékszem, amikor először ilyen, még fiatalok voltunk, ilyen osztálykirándulásra mentünk, és csodáltuk, amikor a Balatonra jöttek a nyugatnémet nyugdíjasok. És akkor látod, hogy ilyen kisimult, meg tele energiával, és nézd meg azt, aki azt mondja, hogy a pénz nem fontos, hogy hogy öregszik. És mondhatsz rám bármit, ugye én vagyok a szemétláda angyal, te most úgyis magadba szépen ezt lejátszod, meg lehetek én karalábétól, vagy meg bármit gondolsz rólam, vállalom, csak az a lényeg, hogy te ma este, amikor lefekszel, ez ott fog kattogni. Mi van, ha igaza van? Csak abba gondolj bele. Az könnyű mondani, hogy ez egy hülyeség. Csak abba gondolj bele, hogy mi van, ha igazam van? Mi van, ha tényleg lenne választásod? Mi van akkor, ha azzal tudnál pénzt keresni, amit imádsz csinálni? Nekem a legnehezebb az volt, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, amikor először megkérdezték, hogy mennyit kérek érte. Mondtam, hogy miért? Hát csak el akarom mondani, amit gondolok. Nem kértem pénzt. És az volt először a legnehezebb, hogy összerakni azt, hogy azért kapok pénzt, amit egyébként is imádok csinálni. Hát de most ennél van jobb együttállás? És még azért azt hadd mondjam el, hogy a második könyv, a Van élet a halál előtt, ez pont erről szól, csak 160 oldalon, úgyhogy most tovább fogok lépni, de a lényeg, hogy én nem tudom, hogy neked mi a hivatásod. Akkor én valakit megmondanád az enyémet? Hát én honnan tudnám? Hát te tudod a sajátodat. Te tudod a sajátodat. Itt van az anyósom, 50 éves elmúlt Edith néni, ha jól gondolom, amikor elkezdett hastáncolni, vagy 50 éves tetszett. Hastánc versenyekre jár, meg hihetetlen, tehát, és csodálom ezért, és hitem szerint, de mi sose beszélgettünk erről, simán meg tudná ebből élni. Csak ő lehet, hogy erről más gondol, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel mondom. Tehát és senkit nem akarok megbántani. De ő dolgozik, emellett rendes munkája van, és a szerelme az meg a hastánc. Ezt a kettőt össze kell ilyenkor kapcsolni. Az a kérdés, soha nem az a kérdés, hogy meg lehet-e élni valamiből, hanem az a kérdés, hogy hogyan lehet megélni valamiből. Mindig azt kell megkérdezni, hogy hogyan tudok megélni abból, amit igazán szeretek. Szóval onnan kanyarodtam el, hogy van választásod, ne mondd magadnak, ne hazudj magadnak, hogy nincsen. Az első dolog, amikor azt mered mondani, hogy eddig hazudtam magamnak, és most már nem vagyok hajlandó, és a kezembe veszem az életem, és rendbe hozom a dolgaimat. Ez egy változás, de mondjuk, ha folyamatosan a híradót nézed, meg folyamatosan az interneten lógsz, akkor ez nagyon nehéz. Tudjátok, hogy az embereknek hány százaléka, tehát hogy 100-ból hány ember van, aki reggel az ébredés utáni első 10 percben megnézi az e-mail fiókját, vagy a Facebookon, hogy valami, mondjuk Obama bejelölte, vagy valami ilyen ordinális esemény nem történt-e. Mi gondoltok, hogy 100-ból hány ember? Ez hogy jött, Andi, ez a 68? Van egy konkrét tippünk, 68. Más tipp? 80. 99? 100 vagy több annál valaki? 100 fölött? Mondja, drágám. 100 000, jó. Nekem fogalmam sincsen, hogy mennyi, de nagyon sokan, biztos vagyok benne. Tehát
Gondoltam, majd ti megmondjátok. Nem ez a lényeg, mármint abból a szempontból, hogy itt ilyenkor mindenki, amikor elgondolkozik, hogy hát én megnézem, és akkor abból indul ki, vagy én nem nézem meg, és akkor abból indul ki. Tehát ez egy becsapós kérdés abból a szempontból, hogy neked kell elgondolkoznod, hogy te hogy élsz. És ennek kapcsán hadd mondjam el neked azt, hogy mi az, ami engem folyamatosan, nem tudom megmondani nektek, hogy mikor volt utoljára rossz kedvem. Most pont ezen gondolkoztam, hogy mikor volt nekem rossz kedvem. Nem tudom megmondani. Mert nem engedem meg, hogy a szemét ide bejöjjön. Az én szentélyembe? Hát ide biztos nem. Ha nekem valaki elkezd panaszkodni, én akkor találkoztam vele utoljára. És mindegy, hogy kicsoda. Tehát felőlem lehet a afgán elnök, vagy nem, tök mindegy. És nem tudom, ezt honnan szedtem, de teljesen mindegy. Lehet, hogy nem is nagyon akarna beszélgetni velem meg. De mindegy, hogy kicsoda. Mert ugye pont ezt mondtam, hogy ha az ember a szenvedélyének él, és még ráadásul abból meg is tud élni, akkor nincsen egy alárendelt szerepben, hogy én azért ülök le valakivel beszélgetni, mert pitizni akarok neki, hanem hogyha nincs kedvem, akkor azt mondom neki, hogy figyelj, köszönöm szépen. De nyilván nem Gergőnek, de azt mondom, hogy figyelj, én akkor itt most ezt befejeztem. A legjobbakat neked. És ha te megengeded azt, hogy más panaszkodjon neked, akkor te nagy veszélybe vagy. Mert egy idő után te is panaszkodni fogsz. És ne felejtsd el, kérlek, hogy a nyilvános WC-be is csak befele van büdös. Először még észreveszed, fú, ez ember negatív, fú, ezek panaszkodnak. Utána, úgy van, igazad van, rohadjon meg, ugye? Tehát akkor már jön a... Már akkor nem érzed. És addig van esélyed, amíg észreveszed. És addig tudod azt mondani, hogy állj, most hagyd abba. Én nem vagyok kíváncsi. Amikor valaki odajött hozzám annak idején, most már engem kerülnek a negatív emberek. De amikor valaki odajött hozzám negatív, és elkezdtem mondani, hogy te figyelj, amúgy tudtad, hogy a Pistinek a nem tudom micsoda, és az állj. Azt mondtam neki, hogy figyelj, választás elé kerültünk. Két dolog történhet, hogy felhívjuk most Pistit, és elmondod neki, amit most nekem készültél, vagy beszéljünk valami teljesen másról, mit szeretnél. Ja, egyébként ez nem olyan fontos. Képzeld el, hogy egyszer nem kellett még tárcsázni, hogy Pistit felhívjuk, hogy, vagy nem tudom, ez fiktív név, de érted a példát. Tehát ne engedd meg, hogy belerakják a fejedbe ezt a mentalitást. Akkor a boltban látom, hogy megáll két versenyző így a kocsijával, és akkor már kezdik, hogy hallottad? Hú, én már onnan menekülök. Tehát ott már nagyon komoly dolgok, mikor csere, biznisz. Te hallottad, hogy megcsalta az izét, hogy felrobbant, hogy tényleg, az semmi. Ott mi volt? És akkor megy, és mind a kettő úgy megy ki a boltból, hogy hú, de szar az élet. Na most ehelyett én ajánlok valamit, ami miatt én 10 éve ezt csinálom, és nekem hihetetlenül működik. És nagy-nagy szeretettel ajánlom neked. Ennek az a lényeg, hogy hangolódj rá a napra, az ébredés után a legfontosabb az, hogy mit engedsz be. Mert az ébredés utáni első órád fogja meghatározni az egész napi hangulatodat alapvetően. És ha szétszedjük ezt az egy órát, akkor 3 részre bontjuk, illetve bocsánat, az ébredéshez kapcsolódóan. Még egy gondolat. Légy hálás. A hála az is egy nagyon-nagyon magas érzelmi állapot. Ha hálás vagy, nem tudod rosszul érezni magad. Ha hálás vagy, akkor nem tudsz egyben szomorkodni. Tehát ez kizárja a kettő egymást. Csak sokan mondják nekem, hogy hálás. Hát nézd már körbe, hálás. Hát itt most minek legyek hálás? Akkor valaki jön egy ilyen előadásra, és azt mondja, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy itt nincs egy normális parkolóhely. És akkor mindig az jut eszembe, hogy édes Istenem, hány milliárdan vannak ma a világon, akinek nincs ilyen problémája, hogy nem talál parkolóhelyet. A kocsiddal jössz ide, és az, hogy nincs parkolóhely. Én imádom az Andi optimizmusát. Mikor először odajött hozzám kerekesszékkel, nem tudtam kezelni a helyzetet. Mosolygott, én meg le is írta, tehát korrekt volt, leírta, hogy figyelj, olyan műmosolyod van a fényképen, hogy valami hihetetlen. Hát úgy éreztem magam, mint aki... Nem tudtam kezelni, hogy most mit kell vele csinálni, meg hogy imádom a csajt, eljött hozzám prezentációs technika tréningre, az is egy olyan kihívás volt számomra, nem neki.
Hát mondom, most hogy tanítsak meg előadni egy kerekesszékes hölgyet? És olyan vastapsot kapott a többiektől, hogy hihetetlen. Mert egy csurom szív csajsz, és oda tette magát. Szóval arra biztatlak, hogy az ébredés után légy hálás. Amikor kinyílik a szemed, elmondom, hogy én mit csinálok. Én azt csinálom, hogy azt mondom, hogy kinyílik a szemem, tudatosítom, hogy felébredtem, és azt mondom, hogy köszönöm. Köszönöm a bizalmat. Köszönöm, hogy kaptam egy esélyt. Kaptam egy esélyt, hogy ma éljek. Kaptam egy esélyt, hogy ma tízest adjak magamnak. Kaptam egy esélyt, hogy ma valakinek jobbá tegyem az életét. Elsősorban magamnak, az a valaki legyek én, aztán meg remélhetőleg sok mindenki másnak. Ennek a kinyílik a szemem kapcsán van egy kedves történetem, amikor egy banknak tartottam tréninget, pakoláztam ott a laptopomat reggel kezdés előtt, és jött be a terembe egy hölgy. És akkor láttam, hogy ilyen, nagyon ilyen, hát bal lábbal ébredt. Tehát ilyen nagyon rossz kedve volt. És akkor mondom neki, hogy szép napot kívánok! És akkor a várt reakció, hogy ez aztán szép, ez aztán nagyon szép. Azt mondja, mitől lenne olyan szép? Hát mondom, például attól, hogy kinyílt a szemünk ma reggel. És akkor azt mondja, hogy miért, annak kéne örülni annyira? És akkor mondtam neki, hogy fú, mondom, itt nagy lépést kell tennünk, és mondta nekem, mondom, képzeld el, hogyha egy nap kimaradna. Nem sikerült, tehát nem jött össze, olyan volt, mint a durcás kismalasz, tudjátok, amikor megy az erdőbe, és azt mondja, hogy de ideges vagyok, úgy felrúgnék valakit, és akkor jön vele szembe a jó tündér, és azt mondja, hogy hello, malacka, de jól találkoztunk, kívánsz valamit, dögölj meg! Tehát kb. Így éreztem magam én is, hogy hiába mondok bármit, mert nem fog bejönni. De egyébként tényleg azért, hogy kinyílik a szemed. Mana Magyarországon nagyon-nagyon sokan vannak, akik már nem bánnák, hanem nyílnak ki, sajnos. Ez tragédia? Ez igen. Ez tényleg az. És a hála, tudod miért csodálatos? Már nem pénz kérdése. Nekem volt 13 éve egy autóbalesetem, és úgy volt, hogy le kell vágni a lábamat. Majdnem elvesztettem a lábamat egészen pontosan, a baleset közben, nem utólag, hanem akkor közben. És ennek köszönhetően én reggel, amikor felkelek, tudatosítom, hogy felébredtem, elmondom, hogy köszönöm a bizalmat, és amikor leteszem a lábam a földre, és elindulok a WC-re, akkor minden lépésre azt mondom, hogy köszönöm. 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 Mert végtelen nagyra értékelem, hogy a saját lábamon tudok kimenni a WC-re. Aztán, amikor megérkezek a WC-re, most a vizuálisakat sajnálom, de hát... akkor WC-zek, mert azért mentem, hát jó, hát eszembe jut, hogy miért mentem, és akkor... És akkor viszont azért is hálát mondok. És figyelj, ez nem vicc. Tehát tisztul a tested. Gondold el, itt is vagy 3 napig ez úgy nem működne, akkor jön neki a szemed, mint a fiók. Tehát azt nézzét, hogy huha, egyből másképp értékelni az egészet. A piramison így lezúgnál, beszélni neked ilyen önmegvalósításra, de hagyjál engem békén. Tehát ez megint más minőség. Tehát a piramis kapcsán egyébként most eszembe jut így, amikor az ember így, hát, átveszi az irányítást a szervezet. Meg nyilván ennek kapcsán ugye az is, hogy motivációs előadó, meg azt mondom, hogy hiteles ember, meg mindig azt csináld, amit mondasz, meg úgy élj, ahogy beszélsz, meg nagyon lényeges, hogy minden napokban is. És erről van egy szösszenetem, amikor elmentem a gyerekekkel vásárolni, és ezt egy péntek délután tettem. Amikor mindenki vásárol, tehát mindenki vásárol, és ilyen tömött sorok, ugye magad előtt tudod képzelni azt, amikor azon bosszankodsz, hogy miért most jöttem, miért nem abban a sorban álltam, ami most nyílt meg, ott nyílt meg, oda betolakodott, jön be Terike, tolja a kocsit, nyomod agyon, harcolsz, és akkor izzadsz, mindenkinek büdös a hónalja, tehát így érzed, folyik a szemedből a könyv tőle,
És akkor vársz, hogy végre kijuss ebből az egészből, én is ott voltam a két csodaszép fiammal, és akkor kaptam egy kérdést az egyik gyermekemtől, felnézett rám, és megkérdezte, hogy apa, te fingottál? Mondom, ez a szitu kemény, mert itt a teszt, ugye, hogy nem szájkaratésnak kell lenni, itt a helyzet, legyél őszinte, mondd meg a gyereknek mindig. Na most ebbe a kérdés, hát a gyerek, ha kérdez valamit, azt hallja, még ómassán is hallják nyilván. És akkor így a minden sorból így az emberek így oda néztek, hogy na erre mi lesz a válasz? Pénztáros, tudjátok, ez a pi, pi. Megállt, és akkor így várta, hogy na, apuka. Így állok, így fogom a kormányt a bevásárlókocsin. Gyerek, így néz. Hát mondom, essünk túl rajta. Én voltam. És akkor ilyen sorból volt, akik ilyen, fú, hát ez... Elkezdtek így nézni, vagy nem gondolom, te hazahordod, tehát nyilván itt... Vagy belőle az ürgék hordják, vagy nem tudom, milyen megoldást talál. Életében nem csinált még ilyet, biztos. Meg volt, aki úgy nézett rám, mint egy hősre, hogy wow! Ez elvitte a balhét, ez igen! És akkor én már úgy gondoltam, hogy haladjunk. Elindult így látszólag az élet megint, hogy na azért túl vagyunk, és akkor a gyerek folytatta, hogy gondoltam, mert megismertelek a szagodról. Ez volt már az a pont, mondom, nyíljon szét a föld, tűnjek el, érted? Ez már így nagyon kemény. Szóval csak legyél mindig őszinte. Utána bennem volt az, hogy kimegyünk, és akkor megbeszélem a fiúkkal, hogy hát nem illik ilyet kérdezni. Hát nyilván azt mondaná, hogy fingani se illik, tehát akkor most kikezdte az egészet. Na mindegy. Szóval ilyen is van. De visszakanyarodva, arra biztatlak, hogy légy hálás. Ezért is lehetsz hálás egyébként. Néhány napig nem megy, végre megindul, akkor pezsgőt bontasz, tehát... Szóval, ki az, aki a teremben ülők közül, mondjuk itt vagyunk, ki az, aki vett már levegőt, mióta itt van? Szoros egymás... Alig teszitek fel a kezeteket? Hát a többieknek gratulálok komolyan. Két és fél órá itt ültök, és nem vettetek levegőt? Akkor az a kérdésem, hogy abból a néhány emberből, aki vett már levegőt, mióta itt van, ki az, aki ki is fújta a száján? Jó. És ki az, aki mikor kifújta, azon gondolkozott, hogy vajon lesz-e következő? Gondolkodtál rajta? Hát, akkor meg kell tanulnom előadást tartani, mert az elég... Tessék? Gáborom, nem rád, ne haragudj, ott a hölgy. Köszi. Azért többség nem gondolkodik. Tehát, ugye miről szól ez egész, hogyha egy olyan világban élsz, és nyilván a te hited szerint, hogy most Istenben hiszel, teremtő erőben hiszel, univerzum, mindegy, hogy hívod, ebből a szempontból, ami nélkül nincs élet, a levegő, korlátlanul áll rendelkezésedre. Tehát bátran kifújhatod, mert tudod, hogy lesz következő. És nekem ez segített elkezdeni gyakorolni a hálát, hogy ezt tudatosítottam, hogy micsoda ajándék, amiben élhetek. Hát kapok levegőt. Értékeled azt, hogy kapsz levegőt? Tehát ha azt mondod, hogy nincs miért hálásnak lenni. De mondok egy másik példát is, mert amikor nekem volt olyan időszak az életem, hogy nem tudtam miért hálás lenni, akkor elmentem, ugye én miskolci vagyok, és elmentem egy nagybarcai gyerekotthonba, ahol olyan gyerekek vannak, akik fogyatékos kisbabák, és néhány hónap múlva meg fognak halni. És bementem, és megkérdeztem, hogy miben segíthetek. És belenéztem egy olyan kisbaba szemébe, aki egyen meg azt se tudta, hogy hol van.
Biztos el tudjátok képzelni, mindezek után könnyebben ment a hála. És vittem nekik pelenkát, vittem nekik játékokat, megkérdeztem, miért tudok ott segíteni. És ennek kapcsán hadd javasoljon neked azt is, hogy igazán nem találsz fogást az életeden, akkor arra kérlek, arra biztatlak, hogy segíts valakinek. Tedd jobbá valakinek az életét. Van egy csodálatos mondás, ami úgy hangzik, hogy senkit sem tudsz a csónakoddal átvinni a túlpartra, anélkül, hogy te magad is meg ne érkezz. Minden egyes alkalommal, amikor jobbá teszed valakinek az életét, a tied is jobbá válik. És ha a saját életedben nem találsz olyat, aminek tudj örülni, nem találsz olyat, ami miatt hálát tudnál érezni, akkor nézd meg azt, hogy kinek tudsz segíteni. A segítségnyújtás az így felemel téged. Tehát légy hálás, és nézd meg azt, hogy kinek tudod jobbá tenni a napját. Ez megint csak nem pénz kérdése. Az, hogy odamész a Gergőz, és azt mondod, hogy te egy csodálatos ember vagy. Az, hogy azt mondod, hogy örülök, hogy megismerhettelek. Az, hogy te tényleg egy áldás vagy a világnak. Ezt mondod egy embernek. Nyilván, amikor én elkezdtem ilyeneket mondani, akkor mindig akinek mondtam, az így nézett körbe, hogy ki van még itt, hogy én. De ezt nekem még sosem mondták. És ezzel te valakinek jobbá teszed a napját, az életét. Sokszor te mented meg, visszafordítod a lejtőn. Egy mondattal, és ez nem pénz kérdése. Ezt nekem nem mondja senki, hogy azért, mert a gazdasági helyzet, meg a GDP, meg nem tudom micsoda. Az, hogy ember vagy-e. Én minden este azt kérdezem magamtól, amikor lefekszek, hogy ma ember voltam-e. Ma használhatom azt a jelzőt magamra, hogy ember. Mert ez egy olyan minőség, amikor azt nézed, hogy hogyan tudod jobbá tenni a világot egy picit, hogyan tudod jobbá tenni a saját világodat, mások világát, mások életét, és ez felemel. És amikor azt mondtam, hogy reggelt kezd a hálával, akkor utána ennek van egy folytatása, ez egy rituálé, ami három részből áll. Relaxáció. Arra biztatlak, hogy amikor felébredsz, akkor ne nyúkálj az okostelefonodhoz, meg semmiféle kütyűhöz, hanem csak csukd vissza a szemed, kezdj el hálát gyakorolni, kezdj el arra gondolni, hogy milyen csodálatos a világ, és mondd azt, hogy hiszem, hogy ma valami csodálatos dolog fog történni velem. Hiszem, hogy ma valami csodálatos dolog fog történni velem. És meg fogod látni, hogy elképesztő mennyiségű csodálatos dolog fog történni veled. Következő része ennek a hármasnak, ugye már kijött közben az olvasás is, sosem gondoltam volna, hogy én leszek ennek lelkes szószólója, mert hogy 28 éves korom még egyetlen könyvet olvastam el, sajnos még a kötelező olvasmányokat sem. Ugye bevezetőmből kiderül, hogy azóta ez már változott. Az elmúlt években jóval több, mint 500 könyvet olvastam el, és én ezért végtelenül hálás vagyok Brian Tracynek, mert ő fordított át engem ebbe az irányba. És ennek köszönhetem nagy részt, ahelyett, hogy nézném azt, amiről már beszéltem, és nem akarom többet negatívan minősíteni, de ezeket az ömlő vackokat minden csatornából, ahelyett olyan nemes gondolatokkal foglalkozom, amelyektől jól érzi magát a lelkem, amitől emelkedetté válok. És ez nem kell, hogy önfejlesztő irodalom legyen, ez lehet biológia, történelem, mert nyilván történelem addig nem érdekelt sokunkat, amíg kötelező volt. Vagy bármi, horgászat, kozmetika, mi van még, János? Autószerelés, cukrászat, tehát vannak itt azért dolgok. Tehát olvas. És a harmadik, az pedig, hogy tornáz. Én annyira szerettem ezt is tényleg, hogy az anyósomnak is hányszor elmondják, hogy milyen csinos. Gyerekek, ő reggelente tornázik. Reggelente tornázik, nem a mereszti, hanem tornázik. Mert én nagyon sokáig azt mondtam, hogy genetika. Tehát azért volt rajtam akkora sertésjel, mert több mint 100 kiló voltam, mert hogy genetika. Ja, most se vagyok egy, tehát nem rajtam fogják a sajtot reszelni itt a hasamon, de hogyha mi ide érkeztünk, nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem másokhoz hasonlítgass magad. Nyilván ugye itt lényeges észben tartani, hogy lehet példaképed,
És legyen is példaképed, és nekem is van, talán ki is tudnátok találni, hogy ki az. Viszont arra vigyázz, hogy ne hasonlítgass magad kontrollálatlanul, elmondom miért. Egyáltalán mi az oka annak, hogy az emberek másokhoz hasonlítgatják magukat? Meg fogtok lepődni nagyon, az önbecsülés hiánya. Mert azért kezdi el hasonlítgatni magát, megfigyeléseim alapján, mert olyat keres, aki még nála is rosszabb helyzetben van, hogy ezzel vigaszt adjon magának. Tehát amikor az van, hogy ő csak lihegve tudja bekötni a cipőjét, akkor azt mondja, hogy hát nézd már, ez meg még dagadtabb. De hát akkor én még egész jövök, egy Rákóczit rátolunk. Ugye szokták mondani, hogy vakok között félszemű a király. Csak hogy visszanyal a fagyi. Mert olyan embereket fogsz látni, akik meg jobban állnak azon a téren, mint te. És akkor meg már nagyon rosszul érzed magad ettől. Tehát én arra biztatlak, hogy ne hasonlítgass magad másokhoz. Akkor mit javaslok ehelyett? Hasonlítgasd magad az egy évvel ezelőtti saját magadhoz. Azt nézd meg, hogy többet olvasol-e, mint egy évvel ezelőtt. Azt nézd meg, hogy többet mosolyogsz-e, mint egy évvel ezelőtt. Azt nézd meg, hogy többet tornázol-e, vitálisabb vagy-e, mint egy évvel ezelőtt. Jobbak-e, minőségebbiek-e az emberi kapcsolataid, mint egy évvel ezelőtt. Több pénzed van-e, mint egy évvel ezelőtt. De nem a másikat, egyébként nagyon fontos pont. Fejezd be azt, hogy mások életébe turkálsz. Fejezd be. Tehát hányszor hallod azt, hogy hát én, ha az ő helyébe lennék, de nem vagy ott. Láttad, hogy ő mit csinál? Hát én biztos másképp csinálom, semmi között hozzá. Akkor megkérdezi valaki a véleményed arról, hogy hát figyelj, elég rosszul élünk, mit csináljak. Hagyd ott, mit az? Ne foglalkozz vele, hát ne haragudj. Engem napi szinten elképesztő, hogy mennyien kérdeztek meg erről. Sohasem foglalok állást. Hát ki vagyok én ahhoz? Ki vagyok én ahhoz, hogy megmondjam, hogy te mit csinálj, mondjuk a párkapcsolatod, vagy bármibe, vagy a munkahelyedre. Ki ott hagyjam a munkahelyem? Hát én mondjam meg. Hát ki fogja vállalni a felelősséget érte? Vagy én fogom fizetni a dolgaidat, vagy bár... Nem. Nem is mondok ilyet. De nézd meg, hogy te mondasz-e ilyet. Én, ha te helyedben lennék, én már ezt régen ezt meg azt csinálnám. De nem vagy ott. Fejezd be, hogy más életébe turkálsz. És tudod, miért csinálod? Tudod, miért csinálják az emberek? Nyilván jelenlévők mindig kivételek. Mert nem akarnak szembenézni a saját életükkel, ahol meg ég a ház. Elkezdenek más életébe turkálni, mert így nem fáj az övéké. De a legkorrektebb dolog, amit tehetsz, az az, hogy azt mondod, hogy az én életemet megnézem. Megnézem a saját életemet, hogy egy évvel ezelőtthöz képest mi változott. Jó irányba megyek, vagy sem? Én most csináltam új útlevelet, és megnéztem az 5 évvel ezelőtti fotómat, mondom, úristen, úgy nézett ki, mintha mostanhoz képest 5 évvel később lennénk. Nem tudom, mi lesz a vége, de úgy fiatalodok. Szerintem 50 évesen leszek a csúcson. Abszolút ezt érzem. Szóval ne hasonlítgass magad másokhoz, meg szállj már ki a többiek életéből. Ott van a sajátod, valahol ott kéne élni, nem? Tehát nagyon érdekes, hogy máshol keressük a megoldást, meg mással foglalkozunk. Erről eszembe jut egy szösszenet, amikor egy férfi egy utcán, egy ilyen lámpaoszlop, ilyen közvilágítás, hogy kell ezt mondani? Tehát lámpa. Alatt 4 kézláb térdel és keresgél valamit. Keresgél valamit. És akkor arra megy egy járókelő, hát sok, ugye legtöbb az ilyen oda se néz, hogy mi lehet vele, de valamelyik azt mondja, hogy elnézést, uram, segíthetek önnek? Jaj, de jó, mondja. Jaj, de jó, hát igen, köszönöm szépen, segíteni, elveszítettem a lakáskulcsomat. Ott nagyon szívesen segítek önnek. Letérdel, elkezdi ő is keresgélni, már fél órája ott matatnak, nem találják. Erre az újonnan csatlakozott, megkérdezi, ne arugudjon már, uram. Biztos benne, hogy itt hagyta el? Csak úgy kérdezem. És erre mondja a férfi, hogy jaj, dehogy is, hát még a ház előtt csak itt sokkal világosabb van. Te hol keresed a megoldást? Te miért mások életével foglalkozol? Nézz szembe a sajátoddal, és hidd el, olyan gyorsan,
Teréz anyának Isten nyugosztója volt, rengeteg brilliáns mondata, most ennek kapcsán az jut eszembe, hogyha minden ember a saját portáján sepregetne, tisztaság lenne a világban. Neked nem az a dolgod, hogy a világ békét elintézd. Neked azt kéne elérni, hogy ember legyél. És az ember minőség az én értékrendem szerint annyit jelent, hogy mindig csak olyat teszel, amit szeretnéd, hogy más is tegyen veled. Te örülnél, hogyha téged fikáznának a hátad mögött? Téged beszélnének ki? És van egy spanyol közmondás, ami nekem rengeteget segített abban, hogy tudjam, hogy hányadán állok az emberekkel. Olyan egyszerű, mint a faék, csak fontos, hogy bevésd ide a fejedbe. Aki neked pletykál, az rólad is pletykál. Ezen nem kell gondolkodnod. Mármint abban a szempontból, hogy valaki ott áll, fröcsög, tudod, hogy elfordul már rólad, fröcsög. Biztos lehetsz benne. Hát de miért lenne más? Miért lenne kivétel? Múltkor volt egy ilyen megbotránkoztató írásom, vagy inkább úgy mondom, az embereket megosztó írásom, elég gyakran van ilyen, de ez is az volt, hogy azt írtam, hogy az emberek nem változnak. Egy kivétel van, ha akarnak. De ha nem akarnak, akkor nem változnak. Tehát, hogyha egyszer valaki veled valahogyan bánt, akkor garantált, hogy legközelebb is úgy fog veled bánni. Erről van egy nagyon jó történetem, egyébként ott is volt a posztban, amikor a béka sütkérezik a tóparton, és odalép hozzá a skorpió. És azt mondja neki, hogy te figyelj béka, én nem tudok úszni, de nagyon szeretnék átmenni a tó másik partjára. Megtennéd, hogy hátadon átviszel? És mondja béka, hogy én téged skorpió. Hát nem nézd már ennyire hülyének, hát tudom nagyon jól, hogy a skorpiók megmarják a békákat. Az én hátamra te komán fel nem ülsz, én nem viszlek át. És elkezd érvelni a skorpió, és azt mondja, hogy te figyelj már, béka, hát gondolkozzál már egy kicsit. Hát hogyha ráülök a hátadra, és miközben viszel át, megcsíplek, megmarlak, hát akkor mind a ketten meghalunk. Tesszük a béka tényleg. Hát ez így abszolút logikus. Jó, hát akkor gyere, ülj fel, pont ráérek, gyönyörű idő van. Felül a béka hátára a skorpió, béka elkezd úszni, és a tó közepén, minden előzmény nélkül, egy óvatlan pillanatban a skorpió megmarja a békát. És már éppen ilyen félájult állapotban van, mielőtt elpusztul a béka, csak annyit kérdez a skorpiótól, hogy de skorpió, és miért tetted ezt? És mind a ketten elpusztulunk. És erre a skorpió azt mondja, hogy tudom, béka, tudom, de a skorpiók mindig megmarják a békákat. Kemény. Szóval ezzel tisztába kell lenned. Az emberek csak akkor változnak, ha ők akarnak, nem akkor, amikor te. És ezért szoktam azt mondani, hogy soha nem másokat akarj megváltoztatni. Mutasd meg saját magadon, hogy mire vagy képes. Akkor jönnek hozzám, hogy már 100-szor elmondtam neki, nem változtatni, és mondom, nálad mi a helyzet? Ja, hát ő... És a legfontosabb egyébként, hogy szokjál le arról, hogy azt akarod, hogy mindig neked van igazad. Emberek úgy bírnak harcolni az igazukért, hogy ez valami hihetetlen. Nekem, amikor konfliktus kezdődik, bimbózik egy konfliktus mondjuk a kedvesemmel, akkor két dolgot szoktam tenni. Az egyik, hogy először elmondom, hogy egy dolog biztos, szeretlek. Ez egy stabil alap, erre azért úgy lehet építkezni. És nem azt jelenti, hogy nálunk nincsen vita, de ezt azért, amikor még mielőtt lemegy a roló, akkor ezt még fontos letisztázni. Egy dolog biztos, szeretlek. Ma utána már mondunk olyanokat, hogy már mi nem az, hogy mi, általában az emberek. De miért lennék én kivétel? Szóval hát sokan azt hiszik, hogy én már lassan fényé válok. Tehát, hogy én már nagyon messze állok ettől. Nagyon-nagyon messze állok. Egy egyszerű srác vagyok, aki saját útján halad, ahogyan. Meg ott tart, ahol. De a lényeg az, hogy ez egyik dolog, amit mindig elmondok, hogy egy dolog biztos, szeretlek. A másik dolog, amit felszoktam tenni magamnak egy kérdést, persze ezek mindig akkor működnek, ha még észnél vagy, tehát még ott vagy. Mert ha már ízi, akkor már kész. Szóval azt kérdezd meg magadtól, hogy mit akarok ebben a helyzetben? Hogy igazam legyen, vagy a kapcsolatunkat? Mi a fontosabb? Hogy igazam legyen, vagy a kapcsolatunk? Mert ez a kettő sokszor nem jár együtt. Vagy igazad lesz, de akkor ez megint egy szög a koporsóba, a kapcsolat koporsójáról beszélek, vagy azt mondod, hogy figyelj, hagyjuk a francba.
Nem ér annyit az egész. Marcus Aurelius mondta brilliánsan, hogy sokkal súlyosabbak a harag következményei, mint okai. Hát olyan hülyeségeken vesznek össze emberek, hogy valami elképesztő. És arra biztatlak, egyébként így a vége felé közeledve, hadd beszéljek nektek néhány gondolatot arról, hogy mi az, amit én azt gondolok, hogy igazán mozgat minket, és mi az, amire úgy igazán vágyunk. Én azt gondolom, hogy két dologra vágyunk, ami nagyon erősen összefügg. Ez pedig az, hogy szeressenek minket, és mi szerethessünk. És ehhez képest, amikor azt akarod, hogy mindig igazad legyen, ez sokszor ennek ellene megy. És ha megnézed azt, akkor mindig mindenki azért tesz valamit, mert azt akarja, hogy szeressék, vagy szerethessen. Mindig, én is, tehát én is, te is. Nem tudom, hogy kivel jöttél, nem tudom, honnan jöttél, sokatokat nincs lehetőségem személyes mérni, így megmondom látatlanban, hogy annyira vágysz, hogy szeress és szerethess, szeress és szerethess. Senek téged is, tehát hogy ez az érzés meglegyen kölcsönösen. A többi az mind csak körítés. És ennek kapcsán én arra biztatlak, hogy törődj az emberekkel. Törődj a szeretteiddel. Képzeld azt el, hogy mit tennél akkor, ha megtudnád, hogy már csak egy órád van hátra. Ki az, akit felhívnál? Mit mondanál neki? Kitől kérnél bocsánatot? Kivel raknád rendbe a dolgaidat? Kinek mondanád azt, hogy figyelj, hagyjuk a francba az egészet. Nem érdekel, kinek volt igaza. Akkor miért nem teszed meg? Miért nem hívod fel azt az embert, és miért nem mondod el neki, hogy fontos vagy az életembe? Addig, amíg teheted. És valószínűleg azért mentem el ebbe az irányba, mert az utóbbi időben ugye mondtam, hogy mennyit sírok az általatok kapott levelek áldásos hatása eredményeképpen, illetve arról is beszéltem, hogy nem sokkal több, mint egy héttel ezelőtt ugye elment egy nagy tanító, dr. Wayne Dyer, és két nappal a halála előtt kitett a Facebook oldalára egy gondolatot, amit most szó szerint fogok felolvasni nektek. A szekrényemben van egy öltöny, aminek kivágtam a zsebét. Arra emlékeztet, hogy semmit nem fogok magammal vinni. Amikor utoljára lesz rajtam, nem lesz szükség zsebekre. És ez a mondat nekem nagyon sokat adott, és mindig megtanít arra, hogy mi az, ami igazán fontos. Mindig visszatérít engem ahhoz, hogy mi az, amiért élünk. Miért mondhatjuk azt, hogy emberek vagyunk, és miért kaptuk ezt a bizalmat. És te is erre vágysz, hidd el, hogy szerethess, és szeretve legyél. És lehet, hogy most azt mondod, hogy hát ez ilyen nyálas szöveg. Hidd el, hogy nem. Mindent azért teszünk, és mindent azért várunk. És nagyon-nagyon faramúci módon van kitalálva a világ. Egyébként egyben brilliáns is. Ugyanis mindig neked kell adnod azt, amire vágysz. Ha te azt szeretnéd, hogy az emberek tiszteljenek téged, akkor először tiszteld te az embereket. Ha azt akarod, hogy az emberek meghallgassanak téged, akkor neked kell kezdened. Ha azt akarod, hogy az emberek szeressenek, akkor először neked kell szeretned. És mit látunk ehhez képest? Hogy az emberek azt várják, hogy a másik kezdjen. Majd ha a Gergő egy kicsit szeret, majd akkor én is. Addig biztos, hogy én kezdjem. A Gergő szeretett egy kicsit én is. Tehát így pipettával méregetjük, hogy mennyit adunk. De mi lenne, ha te kezdenéd, és azt mondanád, hogy figyelj, nem érdekel, kinek van igaza. Egy dolog biztos, én szeretlek. Ennyi számít, semmi más. De a végén fog számítani szerinted? Bármi. Tehát arra biztatlak, hogy merj szeretni, és sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben. Ha csak ezt az egy dolgot megfogadod, akkor élsz. Ha nem mersz szeretni, akkor sose élsz igazán. Ha mersz szeretni, akkor legalább esélyt adsz magadnak. És fogadd is el, és az egész működjön. És ezt hidd el, hogy megint csak nem pénz kérdése. Ezt hidd el, hogy megint nem erről szól. Hanem egyszerűen arról szól, hogy
törődj a szeretteiddel, törődj az emberekkel, nézd őket emberszámba, lépj oda egy emberhez, és mondd azt neki, hogy te egy csodálatos ember vagy. Ennyi. És most arra kérlek titeket, hogy tegyünk egy főpróbát, hogy milyen érzést is vált ez ki belőlünk. Úgyhogy az a kérésem, hogy most mindenki álljon fel, ott hátul is, és legalább három embernek nézzen a szemébe, és mondja azt, hogy te egy csodálatos ember vagy, haladók meg is ölelhetik egymást, jó? Csodálatos ember vagy, barátom. Csodálatos ember vagy, kisfiam. Szeretlek, fiam. Innen tessék itt, itt a mikrofon. Csodálatos ember tetszik lenni. Szevasz, Norbikán, csodálatos ember. Köszönöm, hogy vagy itt. Egy pillanatra adjatok még nekem figyelmet, legyetek kedvesek. Ezzel az egésszel kapcsolatban csak két dolog nehéz elkezdeni, meg abba hagyni. Mert amikor az emberek így felállnak, hogy ezt nem hiszem, most ölelgesek itt vadidegen embereket, lehet nem is fürdött, meg át, nem tudom, így. Fú, ez nagyon komfortzónán kívül van sokunknak. De arra figyelj, hogy utána a lelked mit érez. Amikor lemered vetkőzni ezeket a falakat magad körül. Én nagyon-nagyon szeretlek titeket, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyien megtiszteltetek, és ennyire az életem részesei vagytok. Egy óriási ajándék vagytok az életembe. Én nagyon-nagyon hálás vagyok értetek, és köszönöm, hogy vagytok, és kívánok nektek minden jót. Köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm!